Így néz ki egy versenykamion, amelynek alkatrészeit Nyíregyházán és Nyíradonyban gyártják. A kamion, amellyel Európában bárkit le lehet győzni, ha Kis Norbi vezeti a járművet. Mária Pócson nemrég bárki megtapasztalhatta, hogy vezet egy hatszoros bajnok. Elmondása szerint a siker kulcsa a csapatmunka, hogy olajozott gépezetként tudnak együttműködni és alkalmazkodni. Az idei évünk pedig különösen erős volt. Ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, tehát egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futamgyőzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a Kamin Európa Bajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni. Na ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a harmadik hétvégének is a 3/4-ét. Végig tudtuk vinni, és ugye a 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni. És ez egy páratlan szezon kezdet volt, de hát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni. Ezt Mária Pócson is bebizonyították. A technikai szünetekben szervizeltek, így minden jelentkező biztonságban érezhette magát, aki beült Norbi mellé. Még úgy is, hogy a versenypálya több mint 1 kilométerén sokszor a 160 km/h sebességet is megközelítette az Európa-bajnok versenyző, aki már több mint 400 versenyen van túl. Ezt a sebességet egy átlagos autóban nem lehetetlen elképzelni, kamionban viszont teljesen másképp érzékeli a vezető és az utasa is. Egy picit más a perspektíva valóban, hiszen az ember ugye sokkal magasabban ül. Nagyon ugye a gépnek az elején ül az ember az első tengely fölött, ami miatt egy picit furcsának érezni az autó mozgását, szóval ezeket azért mindenképpen a méreteket szokni kellett, meg az autó mozgását szokni kellett. A motor karakterisztikája is nagyon más, hiszen ugye ez egy nagy köpcentis turbodízel motor, úgyhogy viszonylag alacsony fordulatszámon működik, ott viszont nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ez mindenképpen olyas valami volt, amit tanulni kellett. Szóval igen, egy pár ilyen vezetéstechnikai, meg méretbeli dolgot meg kellett szokni. Norbi pont 10 éve, 2014-ben szerezte meg első EB győzelmét, és most a 6.-nak ugyanúgy örült, mint annak. A Mária Pócsi bemutatóját követően pedig hamarosan elkezdik a felkészülést a következő versenyszezonra. A hivatalos 2025-ös versenyprogramot decemberben jelentik majd be, amelyen Norbi szeretne a kamion EB 40 éves történetének legsikeresebb pilótájává válni.